A nap vakációja. Missifu, ébredj fel! Missifu! Missifu, sietnünk kell! A riasztó bekapcsolt, valakinek szüksége van a segítségünkre! Missifu! Jövök, Tati! Ha! Missifu, nézd meg, ki indította be a riasztót! Igen, Tati! Tati, ez nagyon furcsa! Mi a baj, Missifu? A hold az, aki elindította az ébresztőt. Jobb, ha felhívjuk Mr. Morning. Nem kell, srácok. Itt vagyok. Valami durva dolog történik itt. Két napja már teljesen besötétedett. Mert a nap nem jelenik meg. Mi? Már két napja alszunk? És ezt így folytatjuk, minden megváltozik. Mit tegyünk? Tartsátok nyitva a portált. Ha a hold elindítja az ébresztőt, oda kell utaznod, hogy segíts neki. Készen állsz, Missifu? Igen, Tati! Srácok, itt maradok és odafigyelek a segítségre. A Szaturnus a kedvenc bolygóm. Vártunk már benneteket. Gyertek be! Csukd be a szemed, aludj jó moka, kalandokról is álmodj szépeket. Nézd, Missifu! Juppi! Itt vannak! Megérkeztek! Itt vannak! Megérkeztek! Kicsik, menjetek vissza a helyetekre. Bocsássatok meg nekik, szemtelenek. És nagyon szépek! Srácok, szükségünk van a segítségetekre. Nap elment. Nem tudjuk, hol lehet, és nekünk is pihennünk kell. Ha akartok, átnézhettek azon a távcsövön, hogy megértsétek, milyen borzalmas a helyzetünk. Nyaralás miatt zárva. Mi? A nap elment nyaralni? Nyugi, megkeressük és visszahozzuk. De nem tudjuk, hol van. Jól nézd meg, Missifu. Egy úszógumit felejtett az ajtó mellett. Ez azt jelenti... A tengerparton van! Mr. Morning, szükségünk van a segítségére. Találkozzunk a tengerparton. Missifu, gyerünk! Jaj, milyen vicces! Ti is élvezitek? Sziasztok! Ti is szörföztök? Azért vagyunk itt, hogy visszavigyük! De csak ha elkapsz... Hoppa! Srácok, ez lehetetlen lesz! Nem, Mr. Morning! Hárman vagyunk, körülvehetjük és elkaphatjuk! De szükségünk lesz valami gyorsabbra, mint egy szörfdeszka! Sokkal jobb! Kapjuk el! Oh, ez szuper! Nyugi, Missifu! Elkapom! Nem fogsz, Tati! Nos, nagyon sajnálom, Hold. Most pedig rajtunk a sor, hogy nyaraljunk. Tudnál segíteni nekem? Kérlek.
Ne felejtsetek el feliratkozni! Megmenteni a földet. Missy Fu átveszi a labdát, és egyenesen Lilihez megy. Képes lesz a kapus megállítani a labdát? Persze, hogy meg tudom állítani. Meglátod! Lili, sajnálom. Jól vagy? Megvan, Missy Fu. Remek kapus vagyok. Igen, Lili, te vagy a legjobb kapus a világon. Missy Fu, mit szólnál, ha ennénk pár falatot? A kis hasam szerint remek ötletnek tűnik. Mi? Miért dobáltad szét a szemetet? Ha? Nézd! Látod, Lili? Ha dolgokat dobálsz a földre, beszennyezed a bolygót, és a helyet, ahol a barátaink, az állatok és mi élünk. A szemetesbe kellene kidobnunk. Képzeld el, ha mindannyian a földre dobnánk a szemetet. Nem tudnánk élni ezen a gyönyörű bolygón. Vigyáznunk kell rá, hogy továbbra is ugyanilyen szép maradjon. Elnézést, Mr. Hangya. Nem csinálom többet. Hé, srácok, mit csináltok? Missy Fu megtanított, hogy ne dobjak szemetet a földre, mert különben beszennyezzük a bolygót. Nagyon jó! Nagyon fontos, hogy gondoskodjunk a bolygónkról. Milyen finom volt, és most a banánhéj a szemetesbe megy. Ha? Tati, mi van most? Srácok, nem dobhatok mindent egy szemetesbe. Újrahasznosítanunk kell. Újrahasznosítani? Igen, igen, újrahasznosítani. Mielőtt bármit a szemétbe dobnánk, felmérhetjük, hogy újra tudjuk-e használni. Másrészt a szemét kidobásánál figyelembe kell vennünk, hogy mi hova kerül. Nos, nem kell mindent egy helyre tenni. Szét lehet válogatni a szemetet. Mi a helyzet azokkal a különböző színű kockákkal? Mire való? Hogy szép legyen a táj! Nem, Missy Fu, nem dekorációnak valók. Ezeknek a kockáknak a színei megmondják, hogy hova kell mennie mindennek. Igen, Missy Fu. Mire való a kék és a sárga? A kékbe a papírokat és a kartonokat dobjuk ki. A sárga műanyag edényekhez és dobozokhoz való. A barna az ételmaradéknak való. Ó, a barnába kellett volna dobnom a banánhéjat. Igaz, Tati? Igen, igaz, Missy Fu. A zöld pedig az üveghez való. Mi lenne, ha játszanánk egyet? Igen! Na, Lili, tedd a szemetesbe, amelyikbe való. Nagyon könnyű! Ha! A barnába! Ha! Ez az, Lili! Én jövök! Adok neked üvegpalackot! De nővérkém, ha vázát csinálnánk abból az üvegből, ahelyett, hogy kidobnánk, akkor is újra hasznosítanánk. Természetesen, mert újra felhasználnánk. Ebben az esetben megtartom, hogy nagyinak vázát készítsek a születésnapjára. Oké, srácok, milyen ötleteket tudtok még felhozni a bolygó gondozására? Mondd, Lili, fogmosás közben zárjuk el a csapot. Rendben, Lili. Így vizet takarítasz meg. A növényeket nem szabad gyökerestül kitépni. Vigyáznunk kell az állatokra, a fákra és a virágokra. Szuper, Missy Fu!
A növények és az állatok mind élőlények. Tisztelni kell őket és gondoskodni kell róluk. A növények pedig táplálékkal látnak el bennünket. Ez igaz, Missy Fu, és biztosítanak bennünket a légzéshez szükséges oxigénnel is. Mit tehetünk még, hogy vigyázzunk a bolygónkra? A lámpát le kell kapcsolni, ha nem használod. Mindkét oldalát használd a papírnak. Oké, srácok! Most már egy kicsit többet tudunk a bolygón gondozásáról. Igen! Ne felejtsétek el megosztani! Toti, unatkozom! Mit szólsz, ha elmegyünk repülni a hegyek felé? Nem, én inkább a város felett repülnék. Nem, Toti! Az emberek nem szeretik a kis boszorkákat. Nyugi, Missy Fu, csak a fejük fölött fogunk repülni, nem megyünk le a városba. Missy Fu, nézd! Emlékszel a tanyára? Igen, Toti! Nagyon jó volt! Nézd a várost, Missy Fu! Milyen szép! Miszket a fejem! Missy Fu! Missy Fu! Bocsánat, látta a macskámat? Fekete színű, van egy kék és egy zöld szeme. Boszorkány! Ő egy boszorkány és keres egy fekete macskát! Én jó boszorkány vagyok, nem akarlak megijeszteni. Hát ez biztos, Missy Fu! Szia, Tati! Mi történt veled, cicus? Kihajítottak minket a városba, mert azt mondták, hogy a boszorkány macskája vagyok, mert fekete macska vagyok. Kérlek, gyere be és maradj a házamban! Juhi! Láttátok a macskámat? Van egy kék és egy zöld szeme. Miam. Nem. Te nagyon éhes vagy, ugye? Én nagyon éhes vagyok. Én is. Én is. Én is. Tresz, Trisz, Trasz! Meg fog jelenni a tej az üvegben, és a cicák enni fognak. Most már biztosan Missy Fu az. Szia, cica! Te is ki lettél hajítva a városból? Igen, engem is szintén kihajítottak. Szegénykém, gyere be, gyere be! Te nem tudod, hogy a cicám hol van, ugye? De igen, tudom! Hol? Hol van? Kérlek, mondd el! A királyfi az erdőn keresztül sétált, amikor találkozott egy sérült lábú cicával. Majd a karjai közé vette és elvitte a kastélyba, hogy meggyógyítsa. Szerencsére Missy Fu jól van. De hogy fogok én bemenni a kastélyba? Az emberek nem szeretik a boszorkányokat. Hé, tudom, tudom! Álcázd be magad szakácsnak, a fiúk be fognak engedni a kastélyba, mivel a király nagyon szeret enni. A királynak már van jó szakácsa. Tudom, tudom! Krumplivá változtathatnánk, és be tudnál jönni anélkül, hogy bárki észrevegyen. Krumplivá? Igen, igen, krumpli, krumpli! De ha krumpli leszek, akkor megfőzhetnek. Akkor lehetnél mondjuk banán. Nem leszek banán, sem krumpli, se körte, mert akkor megehetnek. Miért nem öltözöl be cipésznek? Cipésznek. Igen, igen, cipésznek. A király szereti a cipőket. Ha hozol neki valami csizmát, akkor a király el lesz ragadtatva. Tresz, Trisz, Trasz! Szép zöld csizma fog menni a királynak. Jó reggelt, uram! Azért jöttem, mert hoztam önnek egy új csizmát ajándékba. Ó, milyen szépek! Milyen jó cipész vagy te! Hány aranypénzt kérsz értük?
Ó, király, nem kérek egy érmét sem. Hogy? Király, szeretném visszakapni a macskámat. Tudom, hogy a királyfi mentette meg, aki az erdőben találta, mert megsérült. Itt jön a királyfi. Beszélj vele. Hello, királyfi! Szia, Tetti Bossi! Tudod, hogy ki vagyok? Igen, Misifu mondta nekem, hogy nagyon cuki és jó boszorkány vagy. Vedd el Misifut! Köszönöm! Tati! Misifu! Tati, már tudok a tiszákról a városban, és örülnék neki, ha ide jönnének élni a kastélyomba. Ez egy jó ötlet! Tres, tris, tras! A cicák a kastélyban fognak élni boldogan. Köszönöm szépen! Mindig is szerettem volna, hogy sok cicám legyen. És a mesének vége. Remélem, hogy mindenkinek tetszett. Lájkoljátok, ha tetszett!